A 2021-es fényfesztiválon készültek ezek a képsorok. Most ismét a világ fényfővárosává válik Pécs, ugyanis július 7-e és 10-e között rendezik meg 6. alkalommal a nemzetközi hírű eseményt. 100 000 látogatót várnak, és mintegy 120 programmal készülnek a szervezők. Világhírű fényművészek mutatják be munkájuk legizgalmasabb darabjait a látogatóknak, akik olyan kuriózumokat is kipróbálhatnak, mint a fénnyel teniszezés, a fénygraffiti készítés és a fény óceánba merülés, mindezt ingyenesen. A fesztivál ideje alatt a pécsi születésű Viktor Vasarely előtt is tisztelegnek halálának 25. évfordulóján. Két helyszínen is megpróbáljuk az alkotásait valahogy visszaadni az ide érkező közönségnek. Az egyik a Janus Pannonius utcában a szokásos fényszőnyegnek a motivumai Viktor Vasarely alkotásait fogják visszatükrözni, illetve a Csontvári Múzeumnál egy fa alkotást fogunk még látni, ami hasonló, szintén Viktor Vasarely alkotás lesz. Ez egy interaktív, az ismereteim szerint egyébként. A fesztivál rangját a nemzetközi pénzdíjazásos fényfestőverseny emeli. A Zsolnai Light Art fényfestőverseny során a Székesegyház homlokzatát keltik életre a világ legjobb fényművészei háromdimenziós mozgó fényalkotásokkal. Az idei verseny témája az egyensúly. Idén már 17 országból, Ausztráliától Amerikáig jöttek pályázatok, lényegében az Antarktiszon és Afrikán kívül mindenhonnan érkezett pályázat. Ami nagyon, nagyon izgalmas, hogy, és ettől elég megváltozott az egész idei pályázat, hogy nem 10, hanem csak 5 alkotót válogattunk be a döntőbe. Ezek az alkotások azonban hosszabbak lesznek, mint az eddigi években, de nem csak a versenyt újították meg, a fény útja állomásai is megváltoztak, és rengeteg kiegészítő program is várja a látogatókat, nem csak sötétedés után. Minden évben fény nagykövetek is érkeznek a fesztiválra, idén Lengyelországot látják vendégül. Ennek keretében lengyel fényalkotás és audiovizuális koncert is gazdagítja a programkínálatot.